Jó reggel, napot, estét mindenkinek. Nem tudom, hogy hányatoknak ismerős a település. Nekem nem, én most vagyok itt először, de hogy hol? Szlovéniában, pontosabban Krünská Gorán. Ugyanis jöttem, hogy szaladjak az Alpokba egy keveset. Az eredeti terv az volt, hogy 108 kilométert fogok, 4000 pár száz méter szintemelkedéssel. Tudjátok, hogy volt az a bizonyos betegségem, amely K-val kezdődik és D-vel végződik, és voltam orvosi vizsgálaton is, és így az orvosi tanácsra elgondolkodtam, ugyanis nagy problémák nincsenek. A szívemen van egy gyulladás, de az ő javaslatára inkább azt mondta, hogy nem kellene futni. Én azt mondtam, jó, akkor nem szaladok egy 100 kilométert, hanem elég lesz egy 60 is. Úgyhogy most jöttem, hogy ezt intézzem el, iratkozzak át a 60 kilométerre, és vegyem ki a rajtszámot. Hát itt lesz a finishünk, és azt hiszem, hogy valahol itt van az expo is. De megyek, és meg is keresem. Egyébként gyönyörű a hely, lélegzetelállító. Kicsit ked van, de azért nézzétek. És itt is vagyok. Hello, good morning. Húha, hát itt egy komoly expo van. Hoka, Compressport, Scapra. Hát akkor az történik, hogy egyszer ki kell vegyem a rajtszámomat, és utána akkor megtörténik a módosítás. Hello, do you need them? No, it's fine. So this is the bracelet that you need to wear. I can put it on or you can put it on, whatever you want. Thank you. And the bus will leave at 7 o'clock from here. And make sure you have all the mandatory equipment with you, okay? Okay. We will be checking it. Okay, enjoy. Thank you. Bye-bye. Bye. Megvan a rajtcsomag, na hát nézzük meg egy ilyen nagyobb versenyen, mit is adnak a rajtcsomagban. Akkor lássuk, hogy mi van a csomagban. Az első és legfontosabb a rajtszám, 246-os. Igaz, hogy a 100 km-re szól, de ezt időközben módosítottam a buszjegy, mert A pontból elszállítanak B-be, hogy B-ből aztán visszaszaladjunk az A-ba. Tehát két ilyen reklám feszni, sőt három, van egy drop bag, illetve a felső. Az idei versenypóló az így néz ki. A pólónak a minősége a HG-hez hasonlít, amit nagyon szeretünk, úgyhogy ezt fog tetszeni. Ez most ennyi is lett volna, holnap reggel nagyon korán akkor első. Tegnap, ahogy jöttem erre fele, egész Szlovéniába esett, sőt zúgott az eső. Volt egy ilyen megérzésem, hogy módosítások fognak következni a versenynek az útvonalán. Hát ez így is történt, mindegyik távon szinte megtörténtek a változások. A 170 kilométeres verseny, aminek ma reggel, péntek reggel lett volna a rajtja, azt le is fújták. A 100 kilométeren, illetve a Sky Trailen is, amin én indulok, a 60 kilométeren is történtek változások. A táv 1 kilométerrel rövidebb lett, és pár száz méterrel kisebb a szintemelkedés, ugyanis nem engednek fel 2000-2500 méter magasba, hanem a verseny legmagasabb pontja 1700 méter körül lesz. Én azt hiszem, hogy szervezőként egy ilyen döntést nagyon nehéz meghozni, de elsősorban a versenyzőknek a biztonsága a legfontosabb. Látva az időjárási viszonyokat, én ezt egy helyes döntésnek tartom. Fent a hegyekben esik az eső, havazik, 0 fok körüli a hőmérséklet, hatalmasak állítólag a széllökések. Így ezt a döntést hozták, amit jelzem, hogy szerintem helyesen. Na de akkor találkozunk holnap reggel. Mint a videó elején elmondtam, én a 108 km-es távra voltam nevezve, ami a Bleditó mellett szaladt volna el, de a betegségnek köszönhetően a 60-asra neveztem, és ahogy egy kicsit számolgattam, a Bleditó mellett, hogyha a 108 km-es távon indulok is, úgyis éjjel szaladtunk volna el. Viszont a tó Szlovénia legismertebb, leglátogatottabb és egyik legszebb turista csalogató helye,
így nem hagyhattam én se ki, és ezt szeretném nektek is megmutatni. Röviden, amit a tóról tudni kell, az az, hogy a jégkorszakot követő olvadás során alakult ki, egy gleccser visszahúzódása során. Helyenként eléri a 30 méteres mélységet, a vize az kristálytiszta, és több mint 2 km hosszan fekszik a Juliai Alpok előterében. A tó északkeleti partján egy 130 méter magas függőleges sziklaszirten található a Bledi várkastély, amelynek története több mint 1000 évre nyúlik vissza. A vár építésének kezdete az a homályba vész, ami biztos az az, hogy már 1004-ben, tehát Szent István megkoronázása után pár évvel II. Henrik német császár a dél-tiroli brixeni püspökségnek adományozta a várat, amely a következő 8 évszázadban kontrollálta a környéket. A vár az 1510-es parasztfelkelésben megsemmisült, amely a későbbi barokk korban újjáépült. A várhoz gyalog is nagyon egyszerűen fel lehet jutni a város felől. Neogótikus Szent Mária templom elől induló lépcsőken, a templom is egyébként nagyon szép. A várban található különböző időszakos és állandó kiállítások, ezt a sétát megéri megtenni, illetve azért is, mert fentről is egy gyönyörű látványban lehet részünk, mind az Alpokra, a Bledi-tó pontosan olyan szép, mint amilyen szép a képeken. De ugorjunk is vissza, mert mindjárt rajt. Jó reggel, napot, estét mindenkinek! Itt vagyunk Zsiromnyica településen, a Julian Alps Trail verseny 60 km-es távján. Hát az idő az most nagyon nem Miami, egész éjjel esett, most is esik, van egy kellemes 10, hát lehet inkább 9 fok, amiért picit hidegebbnek érződik, vagyis én most hidegebbnek érzem. Hát mindenféleképpen egy érdekes verseny lesz ilyen időben, főleg, hogy ott a felhők mögött, ott van valahol a hegy, amit meg kell szaladjunk. Szóval hamarosan rajt, tartsatok velem, hogyha még nem vagytok feliratkozva és tetszik mindaz, amit csinálok, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, hamarosan rajtolunk. És el is indulunk, de az biztos, hogy nem is vagyunk normálisak. Hát, Julian Alps Trail Run by UTMB, és most indulunk 55 km és több mint 2000 méter szint emelkedés. Aztán az útvonalról majd beszélek egy picit később. Hát a tempó, mivel UTMB verseny, pontosan itt is ugyan kezdődik, itt az elején nagy a tumultus, de aztán megosztik a tömeg. És most már szaladunk is. Az eső az mindig szakad, van egy kellemes 7-8 fok. Na, gyertek, tartsatok vele! Sokat nem is teketóriázunk, ugyanis 200 méter után megkezdjük már az emelkedést. Itt a tömeg ismét összeszorult, ugyanis az út egy picit beszűkül. Megyünk felfele, és az aszfalton ömlik szembe a víz. Esik rendesen, ez tény. Nyolcszáz méterig emelkedtünk, most viszont rendesen mászni fogunk, hogyha sorra kerülünk. Ott fent fel a lépcsőkön csak egyesével lehet haladni, úgyhogy amíg sorra kerülünk, hát el fog tenni egy kis időt.
sorra kerültem, 1,4 kilométert jöttem, 23 perc alatt ez nem túl erős kezdés, de hát így legalább nem lehet elfutni az elejét. És a lépcsők valahogy itt is elkísérnek. És itt most újra lehet szaladni. Picit nagy a sár. És még itt a ment az erdőbe picit sötét is van, de legalább szaladok. Az az igazság, hogy a lépcsők előtt a vízvezetéknél nagyon beragadtam, álltam vagy 10-14 percet, úgyhogy ezt az időt be kell hozni, mert ez a kezdés nem volt túl erős, viszont nem volt akkor önbizalmam, hogy elfussak az elején a jókkal, és akkor hamarabb sorra kerülök. De hát már itt tartok, akkor mindenféleképpen beszélek a tervekről. Szintidő az, jöha, alagút. Persze itt semmit nem látunk. Hát jutottunk ezen is. Na hát a szintidő az 15 óra, az 55 kilométernek azért annál gyorsabban be akarom fejezni. Én egy olyan 10-11 órát lőttem be nagyon lazán, mivel gyorsan futni a szívem miatt ugye nem szabad. Aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég. Na, gyertek! Srácok. Halló, halló, hajrá! Hát itt vagyok, körülbelül 3 kilométernél, ezelőtt 84 métert emelkedtünk. Nézzétek! Gyönyörű csak, sajnos felhőktől nem annyira sokat lehet látni. Ez a zsironnyicai víztározó, innen kapják a vizet a városban lakók. És azt tudni kell, hogy ez egy a környéken, Rönszkegora környékén, minden csak vízilható. Az eső az most is szakad, úgyhogy a helyzet nem változott semmit. Közben megvan 5 km, 45 perc alatt, és ez idő alatt 144 métert emelkedtünk. A lépcsők után sikerült egy jó átlagot hoznom, 5.30, 6.00. Mellettünk csobog a kis patak, tehát 5.30 és 6.00 közti átlagokkal, mindezt ilyen 130-as fúzussal, ami nagyon jó. Úgyhogy csak így tovább. Most még van egy 4,5 kilométerünk hátra, 455 méter emelkedéssel. Most már a botokat azt hiszem, hogy előveszem. Nem változott semmi, még mindig szakad. Előrejelzés szerint olyan 3 óra körül mondanak jobb időt. Az ilyen időjárás előrejelzésre mostanában buktak bele emberek, úgyhogy én nem is bocsátkozzám. Ilyenben, amilyen idő lesz, olyanba futunk. Viszont 7,5 kilométernél eddig minden tökéletes, az út is eddig nagyon futható volt, egy kis erdei esény volt, a többi pedig vagy ilyen erdei út, vagy ott mind előbb aszfalt. Nézzétek, elől a hegy alig látszik.
azért vannak ilyen részek, megvan 10 km, 1 óra 31 perc alatt is, 608 méter a szintemelkedés. És most egy kis sziklamászás. Kereskedünk lefele, de nagyon csúszik. Szerintem lehet is látni, hogy hátul is azért csillódnak, szenvednek az emberek. Tehát ez egy ilyen verseny van. Ha eső van, akkor sár is van. Itt vagyok 13 kilométernél. A helyzet még mindig változatlan. Az eső szakad. Én még jól érzem magam. Az igazság az, hogy nincs mit finomkodni lépésekkel, mert ennél már vizesebb úgyse leszel. Sajnos a látási viszonyok se javultak, az erdőben még mindig eléggé sötétség van, és hogyha kiérünk egy ilyen helyre, ami egyébként jó időben biztos, nagyon szép innen a kilátás, de most ennyi látszik, valahol ott, arrafele, ott a Bledisoe, amit nektek a verseny előtt megmutattam. Na, vezem is tovább. Egyébként ott arrafele kellene felmenni a Storra, ahogy volt verseny eredeti útvonala, és hogyha már itt tartok, akkor meséljek egy picit a helyzetünkről. Szóval azt történt, hogy ugye már jó pár napja esik az eső, és szervezők kénytelenek voltak pár módosítást bevezetni a legtöbb útvonalon, mert túl veszélyesnek ítélték meg a helyzetet, és látjátok, hogy valóban az. A 170 kilométert azt törölték is, a 100-as az elindult, én a 60-ason el tudtam rajtolni, viszont amint mondtam, nem megyünk fel a Storra, ami 2500 pár méteren lenne, hanem alatta fogunk elszaladni, és utána körülbelül menjen 10 kilométert, hogy fent a gerincen kellett volna szaladni a szlovén és osztrák határon, de ez most nem fog megvalósulni, itt a gerinc mellett, alatt jobban mondva szaladunk. És így a verseny legmagasabb pontja, talán ha jól emlékszem, a Golica csúcs, ami 1700 méter körül lesz olyan 30-35 kilométernél, tehát addig még van, mert még csak 13-nál tartok. Gyertek, haladjunk! Körülbelül ennyit látok én is. És 15 kilométernél van az első frissítőpont. Dobro doslina van vasorju. Gyors frissítés is. Menjünk tovább. Ezért elég gazdag ez aztán. Meg volt a frissítés. Körülbelül egy 6-7 percet töltöttem itt. Ittam finom meleg teát. Frissítettem egy géllel, az asztalról ezt-azt ettem. Hát a meleg te az nagyon jól esett. Egy picit, hogy megálltam, elkezdtem fázni, úgyhogy muszáj volt tovább induljak, hogy egy picit melegedjek fel. Itt azt hiszem, felfele ez meg fog történni. Annyi mindent akartam mutatni nektek erről a versenyről, mert ahogy néztem, nagyon látványos helyen szaladnánk, szaladunk ma is, csak az eső ellen nem lehet semmit tenni, és hogyha azt mondtam, hogy az elején esett, akkor itt zúgok. Fú, nagyon. Nézzétek. Itt a
tócsába látszik, hogy mennyire. Hát már egy ilyen napunk van. De tudjátok, előre megyünk és nem hátra. Hát igen, ilyenek az útviszonyok. Nagyon kell vigyázni, hogy nehogy becsúszszál valahol. Hoppá. Hát tényleg nincs mit finomkodni. Lassan 20 kilométernél már szinte semmi se érdekel, főleg akkor nem, mikor már a fenekedőn is vízesésbe folyik le a víz. Az eső fel se tűnik. Ha már egyebek nem, akkor azt mutatom meg, hogy a körülmények azok semmit sem változtak. Esik, de tudjátok, egy futó akkor fut, amikor jól esik. Közben megvan 20 km, 3 óra 2 perc előtt is fix 1000 méterre szint emelkedés. Ömlik szembe a víz, még mindig 3,5 km-en van 310 méter emelkedésünk. Ez úgy mondhatni azt is, hogy szinte kellemes. Második frissítőpont 22 kilométernél. Keveset pihenek és lövöm tovább. Hátra van itt is meleg tél. Azt nem tudom, hogy a kamera mennyire adja vissza. Nézzétek, egy az, hogy gyönyörű helyen vagyok, és ott fent a hegyen, nem tudom, ha látszik, ott talán jobban, hogy biza hó van. Ugye nem lett kellemes meleg. Megvan kezdve 25 km, 3 óra 53 perc alatt, és ez alatt 1322 métert emelkedtünk. Tehát a szint emelkedésnek fele megvan, és lassan a párnak is. Itt fent az igazság az annyira nem esik, viszont jóval hidegebb van. Na de ez van. Megyek előre, hogyha fel tudunk menni a legmagasabb pontra, 1700 méterre, akkor valószínű onnan már meg lesz, mert nagyrészt lefele kell futni, még egy nagy emelkedő lesz a vége fele, de most se nagyobb pár száz méter. Megyek, egy keveset futok, mert most lehet. Szomorú helyzet az, hogy muszáj fölfelé is futnom, mert hideg van. Itt már valós eső múlik, mivel nem lehet fölfelé. Csak tudjátok. Tudjátok, a cigányoknak szemszabadot mondani, a roma is azt mondja, hogy hullhat eső, hullhat hó, és képpen a szél lefújjon. Kezem a kamerámra, fotókra rám a fagyva. Sziasztok! Itt vagyunk a Golica csúcs előtt. Kell becsekinálni, csak itt megint sor van, és amit látjátok, itt már nem esik, hanem havazik. Hát az igazság az, hogy hogyha nem fázna a kezem, akkor semmi gond nem lenne. Picit híves van, de ha futunk, akkor egész jó. Nézzétek! És akkor másszuk meg.
Az igazság az, hogy kell rettenőtök egy kis meleg öltözéket, mert nagyon hideg van. Itt van pár ember itt, aki szenved, de megyek tovább, mert fizikailag jól bírna megy ebből a hideg, ami problémát okoz, de megpróbálom megoldani. Rögtön összem egy kis meleg öltözéket, aztán meglátom, hogy ez mire lesz elég a következő pontig elmegyek, és aztán ott meglátom, hogy mit csinálok, nem tud kockáztatni kutyára. Mikor egy ilyen öltözéket rögtön összem, akkor kaptuk az információt, hogy a versenynek a további folytatását nem engedélyezik. Visszamegyünk egy faluba, ami fél óra séta innen, és akkor onnan visszaszállítnak a célhoz. Ez van, ha meg tudok valamit kapodni. Hát itt fent körülbelül ennyit lehet látni, és körülbelül ennyire fázunk, úgyhogy valóban a verseny el van halaszva, most megyünk le a legközelebbi faluig, ahonnan busszal majd visszavesznek. Hát ezt nagyon éreztem volna. De sajnos most ennyi marad. De én azt gondolom, hogy ilyen döntést meghozni iszonyatosan nehéz, de a szervező úgy nézik. Innen úgy zuhansz, mint a kormánypártnak a népszerűsége. Nézzétek! Gyönyörű! Ilyen képet versenyen nem láttam, hogy ennyire sorban mennének az emberek, és senki ne akarjon senkit megelőzni, senki nem szalad, mint hogyha valami népvándorlás kínál, végül is az. Micsoda hangja és ereje van a tatárdi tesésnek. Most már itthon vagyok. Így pár nappal a verseny után sikerült rendezni a gondolataimat a versennyel kapcsolatban, illetve azzal a döntéssel kapcsolatban, hogy versenyt azt felfüggesztették. Én úgy gondolom, látva a felvételeket, amelyeket innen is köszönök, hogy használhatom, szóval látva ezeket a felvételeket, egy helyes döntésnek tartok, hogy felfüggesztették, ugyanis nagyon nehéz szervezőként egy ilyen döntést meghozzál. Viszont amikor a futóknak az épségéről, az életéről van szó, akkor igenis ezt a felelősségteljes döntést meg kell hozni. Én 30 kilométerig értem, fent voltam a Golica csúcson, viszont ott a menedékházban már láttam hipotermiával küzdő embereket, és amikor mondták, hogy félbeszakítják a versenyt, akkor talán nem is volt olyan nagy felháborodás, feljöttek értünk, láttátok, lesétáltak és busszal visszaszállítottak, viszont mielőtt a busz elindult volna, felszállt egy szervező, és elmondta, hogy mi történt. Reggel, még mielőtt a verseny elrajtolt volna, egyeztettek az időjárás szakértőkkel, és ők azt mondták, hogy el lehet rajtolni, viszont az időjárás bent a hegyen egyik pillanatról a másikra megváltozott, nagyon lehűlt, felkelt egy erős szél, elkezdett havazni, a látási viszonyok megromlottak, többen becsúsztak ide-oda, mint ahogy látható itt a felvételen, egy szlovák srác becsúszott egy kisebb szakadékba, ott is hagyta az egyik cipőjét, egy ilyen surranóba jött lefele, szegény így is esett,
aztán odaadtam az egyik botomat, hogy azzal is könnyebben le tudjon jutni. Szóval nagyon sokan becsúsztak ide-oda, mások hipotermiás állapotba kerültek, így a hegyi mentőknek volt dolga rendesen, talán már hegyi mentő se volt annyi elég, amennyi kellett volna, úgyhogy nem tettek ki minket ilyen veszélynek, hanem visszavittek a célhoz. Az érmet így is megkaptuk, és valószínű, hogy még kapunk UTMB pontokba, illetve stonszokba valamiféle jóváírást. Akkor ugorjunk vissza Krünszkagorára, van ott egy kis mondani való. Hát itt a célnál ilyen szép idő van, és hogyha ilyen lett volna, akkor végig ilyen helyeket mutatok nektek, de ez sajnos ma nem jött össze, mint tudjátok, a versenyt azt nekem 30 kilométernél felfüggesztették, nem engedtek senkit tovább futni, így maradt ez a 30 kilométer, ami végig esőbe volt. Viszont az eső ellenére én tudtam élvezni, még úgyis, hogyha nem sok mindent láttam. Hát az Alpokkal még van elszámolni való, találkozunk itt. Ha tovább engednek, akkor ilyen lett volna a befutó. Na de majd jövőre. Hogyha nem vagytok feliratkozva a csatornára, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Hogyha futócuccra van szükségetek, akkor a topforrunning.ro, topforrunning.hu oldalon a Tihamér promókóddal 5%-os kedvezmény van. Én azt tudom mondani nektek, maradjatok egészségesek, vigyázzatok magatokra, fussatok sokat, sziasztok! Igazából ott távol a havas hegycsúcson kellett volna szaladjunk, hát látszik, hogy valóban hol van, és talán nem lett volna olyan kellemes, de nézzétek! Bármerre elnézek, gyönyörű mindenhol, csak ne legyen felhő és ne legyen eső.